스파게티 바나나. 안녕하십니까. 대한민국 주 헝가리대사 홍규동입니다. 오라이크 스타셔샥 문제로서의 낙교배태 홍규동 와요. 오늘 훌륭한 자리에 초대해주신 청한 스님께 감사드립니다. 오늘 이 자리에 참석해주신 많은 한가리 시민 여러분께도 감사 인사를 드립니다. 사랑해 메커슨 님 메키바스 에라 나츠리 에셰미레 청한 스님넥 aki a legismertebb külföldi szerzetes Koreában. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni az itt megjelent magyar állampolgároknak is. 오늘날 우리 국제사회는 커다란 위기를 맞이하고 있습니다. 우크라이나 전쟁에 이어 하마스와 이스라엘 간의 전쟁이 발생하면서 수많은 노약자들이 고통을 받고 있습니다. 지난 3년 동안 코비드19로 인해 인류는 많은 어려움에 봉착했습니다. 3년 만에 접촉이 다시 허용되었지만 이번에는 자연재해와 환경 파괴로 인해 지구촌이 큰 몸살을 앓고 있습니다. A nemzetközi közösség napjainkban jelentős válsághelyzettel áll szemben. Az orosz-ukrán háború és az izraeli konfliktus miatt számtalan ember, köztük idősek és gyerekek szenvednek. Az elmúlt három év során a COVID-19 okozta pandémia számos nehézség elé állította az emberiséget. Három év elteltével már végre újra szabadon érintkezhetünk egymással, most természeti katasztrófák és környezetpusztítás kínozza bolygónkat. 세상이 어려울수록 우리 모두 힘을 합해야 합니다. 보다 아름다운 세상을 만들기 위해 함께 노력해야 합니다. 우리 오늘 우리 주제는 이런 점에서 우리 모두가 하나가 될 수 있기를 소망하는 매우 시의적절한 모임이라고 생각합니다. 미래가 kegyetlenebbé válik a világ, annál több erőt kell merítenünk. Egy gyönyörű világ megteremtéséhez együttes erőfeszítésekre van szükség. Ebből a szempontból a mai rendezvény témája nagyon is időszerű, hiszen mindannyiunk egyéválásának vágyát fogalmazzanak. 제 고향 한국에서도 이산 가족들이 많습니다. 특히 전쟁 이후 남북이 갈라진 지 이미 70년이 지났지만 헤어진 부모 형제가 다시 만나기 어렵습니다. 서울은 인구가 천만 명이 넘습니다. 우리 부다페스트 인구보다 5배 정도 많습니다. 이 도시화가 빠르게 진행되다 보니 가족이 해체되고 경쟁이 치열합니다. 출산율은 0.61로 세계 최저가 되고 혼자 생활하는 1인 가구가 43%나 됩니다. 저는 한가리가 가장 가족 중심주의 아름다운 가치를 유지하고 있다는 점에서 매우 부럽습니다. 버스를 타고 가다 보면 노인들에게 양보하는 아름다운 모습을 자주 봅니다. 또 한국보다 임산부들이 많이 만날 수 있고 또 지역마다 어린이 노미터가 많이 있다는 점에서 매우 부럽습니다. 이 한국이 이런 점에서 한가리로부터 배울 게 많습니다. 저는 한국과 한가리가 오늘 모임을 통해서 더 가까워지기를 희망합니다. Az én hazámban, Koreában is sok szétszakított család van. A koreai háborúnak és Korea észak és délre szaladásának immár 70 esztendeje, de az elszakított szülők, testvérek továbbra sem tudnak találkozni egymással. Szóul lakossága meghaladja a 10 milliót, ez Budapest lakosságának több mint ötszöröse. Az urbanizáció felgyorsulásával a családi kötelékek felbomlanak, a verseny kiéleződik. A kórai 0,61-es termékenységi ráta a legalacsonyabb a világon, és az egyszemélyes háztartások aránya is elérte a 43%-ot. Személy szerint nagyon irigylem, hogy Magyarország még mindig kitart a családközpontú értékrendszer mellett. Buszra szállva gyakran látom, hogy odafigyelnek az idősekre és udvariasak velük. Továbbá irigylem azt is, hogy itt önöknél gyakran találkozom várandós kismamákkal, valamint sok helyen látok kisgyermekek részére létrehozott játszótereket is. Ezért úgy gondolom, hogy Korea sok mindenben tanulhat Magyarországtól. Kívánom, hogy Magyarország és Korea ezen az eseményen keresztül is még közelebb kerüljön egymáshoz. 네, 21세기를 앞두고 미래학자들은 과학의 발달로 인해서 더 편리한 세상이 올 것이라고 예측했지만 사실은 정반대입니다. 네, 기계 문명이 우리 마음의 여유와 안정을 해치게 되는 경우가 많습니다. 독일의 학자 올리히 벤, 우리가 살고 있는 우리 사회를 위험 사회라고 했습니다. 사무시험부터도 두고시오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 
XXI. századra, azonban pont ellenkezőleg. A gépi civilizáció sokszor tesz kárt a lelki nyugalomban és stabilitásban. Ulrich Beck, német szociológus, egyenesen kockázattársadalomnak nevezte a társadalmat, melyben ma élünk.
위험사회에서 우리를 지키는 일은 매우 소중한 목표가 되어야 합니다. 우리는 긍정적인 자세를 유지하는 방법을 반드시 배워야 합니다. 마음의 힘을 키우는 노력이 필요합니다. 부처님은 중생, 세상 사람들에게 긍정적인 자세를 갖고 욕심을 줄이고 끊임없이 수련하도록 가르침을 주셨습니다. Ebben a kockázattársadalomban önmagunk megvédése, megőrzése nagyon fontos cél kell, hogy legyen. Mindenképp el kell sajátítanunk, hogyan tudjuk fenntartani folyamatosan a pozitív hozzáállást. Az elme erejének fejlesztését szolgáló erőfeszítésekre van szükség. Buddha az embereknek ajándékozta a pozitív hozzáállásnak, a vágyak mérséklésének és a szüntelen gyakorlásnak a tanítását.청하 스님은 한가리를 떠나 한국에서 오랫동안 수련을 하셨고 이제 다시 한가리로 돌아와서 또 마음의 힘을 키우는 일을 위해서 열심히 일하고 계십니다. 한국의 문화적 전통을 한가리에서 이어가신다는 점에서 매우 깊이 감사드립니다. 우리들의 마음이 평화를 찾기 위해 도움을 주시는 스님께 존경의 마음을 담아 깊이 감사드립니다. 여러분, 오늘 행사가 의미 있는 모임이 되길 진심으로 기원합니다. 오늘 모두 행복한 마음을 얻으시고 돌아가시기 바랍니다. 감사합니다. 정한 스님 Magyarországot elhagyva, hosszú éveken keresztül órában képezte magát, vagy most már Magyarországra visszatérve, sok éve munkálkodik a tudat erejének fejlesztésén. Köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy Korea kulturális hagyományát Magyarországon ápolja. Továbbá mindannyiunk lelki békének megtalálásában nyújtott segítségéért is mély tisztelettel és köszönettel tartozom. Őszintén kívánom, hogy a mai esemény mindnyájuk számára jelentőségteljes legyen. Remélem, hogy boldogsággal teljen meg a szívük. Köszönöm szépen! Thank you for listening. Köszönöm szépen!